Jól ismert helyszín Hajóson, sokan megfordulnak itt, ugyanis itt található a városközponti busz fordulója. Jól elkülönül a két felület színe, új burkolatot kapott a buszmegálló, melyre már égető szükség volt. Elég nagy forgalmat bonyolít le a központi autóbusz fordulón, hiszen csaknem minden fél órába érkeznek különböző irányból hozzánk autóbuszok, és így az utazó közönség számára sem volt igazán kellemes a gödröket kerülgetve felszállni a járművekre. Nos, ez megtörtént az elmúlt héten, sikerült belügyminisztériumi pályázatot igénybe véve ezt a problémát megoldani. Dolgoznak a munkások az út mentén, készül a térkövezett járda, itt gyalogos lejárót is kiépítenek. Nagy változások történtek azonban a város egyik központi épületében is, a művelődési házban. A művelődési házunk még egy tavalyi paksi pályázat eredményeként tudott egy picit megújulni, hiszen nyílászárókat cseréltünk, klíma berendezéseket szereltettünk fel a rendezvénytérben, az oldalsó főző konyha résznek a tetőcseréje is megtörtént, illetőleg korszerű és a mai igényeknek megfelelő és a mozgáskorlátozottakat is kiszolgáló mellékhelyiségeket, vizes blokkokat alakítottunk ki. Mindemellett a település óvodája is korszerűsítésen esett át, mely fejlesztés szintén sikeresen befejeződött. Továbbá az épülethez tartozó szolgálati lakások is megújultak. Az óvoda épületünk és a hozzá csatlakozó szolgálati lakásokat tartalmazó bérlakásépület homlokzatának a szigetelése történt meg az idei esztendőben. Tetőszigetelést is végeztünk, részbeni nyílászáró cserét is ezen az épület együttesen, és hát nagyon-nagyon szép homlokzati dekorációkat kapott az óvodánk. Még napelemek elhelyezésére is sor kerül, ez pedig a napokban történik meg. Ezek a projektek sikeresen elkészültek és befejeződtek a településen, azonban a jövőben tervek közt szerepel a városi sportcsarnok felújítása és a belső úthálózat fejlesztése is.